Bemutatjuk a Derék című bűnügyi sorozat filmjét. Babette egy gyilkossal reggelizik. Adj még 5 percet. Mondd csak, te fürdőnadrágban vagy? Igen, abban. Úszom egyet a tóban. Csak beugrom és már jövök is. De teljesen elment az eset. Tudod, hogy milyen hideg van odakint? Igen, tudom, szerelmem. Épeszű ember nem megy a vízbe. Épp ez a jó benne. Csak vigyázz, ne kísérsd a halált. Na jó, csak 3 perc. Te őrült vagy. Igen, tessék. Te csináltad? Te... Te ölted meg őt? Kirsten? Te vagy az? Persze, hogy én vagyok. Te is tudod. Nagyon, nagyon jól tudom. Tényleg nem ismertem fel a hangod. Izgatott vagy. Először is jó reggelt. De miért vagy ennyire izgatott? Lőtted le őt. Kint a stégen. Te lőtted le. Meghalt. Elárulnád végre, hogy ki halt meg? Hogy ki? Hogy ki? Csak nem arról a férfiról beszélsz, akivel az éjszakákat töltöd. Meghalt az illető. Meghalt. Magnus halott. Kérem, beszélj vele. A nevem Derék, én vezetem a gyilkossági csoportot. Kamara úr? Igen, vele beszél. Megmagyaráznám, miért hívott olyan feldúltan a feleségem? Valakit lelőttek? Lehetséges, hogy a feleségem szeretőjét, Magnus Kölnert? Igen, igen, Kölner urat. A csónakház előtt is stégen gyilkolták meg, és a felesége önt gyanúsítja, hogy lelőtte a fiatalembert. Ezért megkérdezem, maga lőtte le a felesége szeretőjét? Szívesen megválaszolom a kérdését. Nem én lőttem le a férfit. És hadd tegyek hozzá valamit, annak a férfinak a halála sokféle érzést indít el bennem, de a gyász nem szerepel köztük.
Pontosan hogy halt meg? Viszonylag nagy távolságból lőtték le. Minden bizonnyal vadászfegyverrel. Rendelkezik vadászfegyverrel? Régen vadásztam. Még megvannak a fegyvereim, de már régóta nem vadászom. A vágy, hogy állatokat öljek, már kiveszett belőlem. Oda megyek magához. Arra kérem, hogy maradjon otthon, jó? Jó, persze, itt maradok. Jöjjön csak. És hozza a feleségemet is. Mit mondott? Azt mondta, hogy a vágy, hogy állatokat öljön, már kiveszett belőle. Ezt így mondta magának? Pontosan így. Jöjjön velem! Nagyon félek tőle. Engem is megöl. Kérem, menjen előre. Azt mondta, hogy Derricknek hívják? Igen, igen. A nevem Walter Camrau. Jöjjenek, uraim. A feleségem nem tart velünk? Azt mondja, hogy fél. Fél kitől? Tőlem? Attól, hogy őt is megöli. Hagyjuk nyitva neki az ajtót. Jöjjenek velem. A feleségem megdöbbentett, amikor felindultan közölte velem a hírt, hogy a család egyik jó barátja ilyen hirtelen távozott az élők sorából. Hirtelen? Igen, így is lehet nevezni. Lelőtték. Vadászfegyverrel. Foglaljanak helyet, kérem. Szóval ez stégen? Igen, ott lőtték le. Az ön felesége a csónakházban volt, és reggelit készített a család barátjának, akivel az éjszakát töltötte. Ezek szerint reggeli nélkül távozott az élők sorából. Halál így gyomorra. A jó fiú futott, úszott, lovagolt. Az élete szórakozás volt. Minden bálban táncolt. Csodálatos énekhangja volt. A kórusban a feleségemmel együtt énekeltek, és ott lehetett hallani. Legalábbis a mai napig. Gyere be! Hol van Scholzni? A feleségem a házvezetőnünk felől érdeklődött. Tegnap kimenőt adtam neki. Azt mondtam, vegyen ki pár nap szabadságot, mire ő... Köszönöm, Camrau úr, örömmel elfogadom. Tehát ma reggel nem volt itt? Nem, ma reggel nem volt itt. Ezek szerint, ha megkérdezik, hol voltál ma reggel, akkor ő nem tud valamit tenni. Mivel nem tartózkodott a házban, ebben a kérdésben valóban nem tud vallomást tenni. A feleségemnek nyilvánvalóan van egy elképzelése, amit úgy vesz, mintha biztos lenne. Ma reggel elővettem az egyik vadászpuskámat, távcsöves puskát, beültem az autómba, és a tóhoz indultam. Ott kerestem magamnak egy jó kis rejtekhelyet, ahonnan viszonylag kényelmesen megölhetek egy olyan embert, akinek ismerem a szokásait. Például azt, hogy reggelente mindig megmártózik a jéghideg tóban. Fiatalos bátorsággal. Egy férfi. Mit szólnak? Micsoda férfi? Mindaz, amit most elmondott. Azt a feleségem gondolta. Zárjuk rövidre. Még egyszer megkérdezem. Maga ölte meg a felesége szeretőjét? Nem gondolja komolyan, hogy igennel válaszolok erre a kérdésre. Viszont nemmel sem. Most elárulok önöknek egy érdekes dolgot. Már nem értem az önök szavainak értelmét. Szóval maguk sem az enyémekét. Én olyan szituációban vagyok, melyről maguknak fogalmuk sincs, és amelyben egy férfi élete hirtelen véget ért. Mindenképpen szerepet játszol. Ahogy a feleségem is szerepet játszik. És ha ő fél,
közelebb áll a helyzethez, amiben vagyok. Lényegesen közelebb, mint önök. Most felmegyek. Összepakolok. És mi mit csinálunk? Megmutatja nekünk a vadász fegyvereit. Itt van a fegyverszekrény. Á, igen. Kinyitná, kérem? Jaj, ezzel most egy kicsit zavarba hoznak. Igen, mert előírás, hogy egy ilyen fegyverszekrényt zárva kell tartani, és most emlékeznem kellene, hogy hol a kulcsa. Már a telefonban is mondtam. Hogy az állatok iránti gyilkolási vágya már elmúlt. Észrevette a megfogalmazást? Igen, igen. Na, akkor hadd keressem meg azt a kulcsot. Már is jövök. Megvárnak itt? Szerinted mi lehet vele? Milyen helyzetbe kerülhetett? Mit zagyvált itt össze? Ő a gyilkos, ez a helyzet, ez biztos. Mire készülsz? Engem is megölsz? Ha közelebb is sikítok. Nézzük csak. Ez a szekrény nyitva van. Kamrara úr! Itt van, jöjjenek, kérem! Mit akart magától? Azt nem tudom, csak mereven bámult rám. Azt hiszem, ráijesztettem a feleségemre. Sajnálom, tényleg nem állt szándékomban. Remélem, nem értette félre. Egyébként a fegyverszekrény kulcsát még nem találtam meg. Már nincs rá szükségünk. A szekrény nem volt bezárva. Ne mondja. Ezt egyáltalán nem tudtam. Valóban? Nos, észrevette, milyen por lepi a fegyvereimet? Mutassa meg a vadászathoz szükséges engedélyeit. Itt vannak a szekrényben. Nem, itt nincsenek. Kamara úr, előzetes letartóztatásba veszem annak erős gyanújával, hogy megölte a felesége szeretőjét. Bőrönd nélkül mészel? Igen, egy percig sem maradok ebben a házban. Hová küldjem utánod? Majd elküldök érte. És nem közöld velem, hol érhetlek el? Nem. Nem. Nem innának valamit? Nem, nem. Nem, köszönjük. Most inkább nem. Mindegy, nincs jelentősége, hogy iszunk vagy sem. Egy pillanatra elfogott a szomjúság, de elmúlt. Az érzések gyorsan változnak. Hogy tetszett az előbbi jelenet? Magának hogy tetszett? El sem tudják képzelni, milyen az, ha valami elkezd teljesen idegenné válni. Abszurd módon idegenné. Most a feleségéről beszél? Megpróbálom az egészet úgy felfogni, mint bármi más tapasztalatot. Nem azt mondta, hogy letartóztat? Egyelőre őrizetbe veszem. Kérem, értesítse az ügyvédjét. Nekem nem kell ügyvéd. A gondolata is távol áll tőlem. Normális vagyok. Ha esetleg kételkednének. Mióta tudta, hogy a feleségének szeretője volt? Már egy éve. Olyan kapcsolat, amivel nem értett egyet? Természetesen.
De a felesége mégsem hagyta el magát. Továbbra is ott lakott önnel a közös házukban, nem? Igen. Csak néha máshol töltötte az éjszakát. A tóparti csónakházban? A szeretőjével, Kölner úrral. Igen. És nem csak néha, hanem elég gyakran. Igen. Mindegyik. Tényleg mind. Jó, rendben, köszönöm. A felesége viszonya miatt voltak önök között veszekedések? A szeretőivel nem vitatkozott össze? Én megpróbáltam azt a kapcsolatot megérteni. Beszéltem velük, amennyire tudtam. Higgadtan. Az életben vannak tévedések. Ezzel tisztában vagyok. És nem vagyok indulatos. Így azt mondtam neki, kedves barátom, maga viszonyt kezdett a feleségemmel, amit én nem nézek jó szemmel, ezért hagyja ezt abba. Azt mondta, kedves barátom? Hiszen, igen. Hiszen az volt. A család baráti köréhez tartozott. De ő nem szakította meg a kapcsolatot. Nem. Nem. Próbált újból beszélni vele? Igen, azt mondtam. Kedves barátom, azt kellene tennie, amit tanácsoltam. Még mindig azt mondta, hogy kedves barátom? Igen. Az volt az utolsó eset. Utána már nem. Akkor ő mondta, hogy kedves barátom. Meg akart magyarázni valamit. Azt mondta, kedves barátom, maga felesége nagyon fiatal. Ön jelentősen öregebb nála. Így egy bizonyos fizikai megterhelés talán már túlmegy az ön erején, amit ezen a téren ön nyújtani tud, az lehetséges, hogy nem elegendő egy gyönyörű fiatal nő igényeinek, ezért ezt leveszem a válláról. Maga erre mit válaszolt? Semmit. Valamit el kellett volna magyaráznom, de nem értette volna meg. Akkor mondja el nekünk, amit ő nem értett volna meg. A szavaiból egyértelmű volt, hogy neki egy kapcsolat pusztán csak testileg fontos, és hogy az az egy számára a minden. Jó, de magának mi a minden? A teljes összetartozás. Egy olyan érzés, ami nálam idővel lassanként elveszett olyannyira, hogy átváltozott az ellenkezőjére. Az ellenkezőjére? Hát ez nagyszerű. És minek az ellenkezőjére? Nem tartozom senkihez. Sem a feleségemhez. Sem máshoz. Mert az az érzés, hogy tartozom valakihez. Ha úgy vesszük, már kiveszed belőlem. Hogyha úgy vesszük? Na látja, ezt most magának is nehéz megérteni. Én úgy értelmezem a dolgot, hogy magának valóban minden oka megvolt rá, hogy lelője azt az embert. Megmondjuk, mit gondolunk. Hogy maga lőtte le Magnus Kölnert. Ezt tőlem nem fogják hallani. Mondj csak, Stefan, tegnap este miért engedted el? Muszáj volt? Még egy ilyen erős gyanú se elég ahhoz, hogy bent tartsuk. Az összes regisztrált fegyvere, Harry, a nevén lévő minden egyes fegyver érintetlenül állt a fegyverszekrényben. Nem? De. Tegnap este kaptam egy telefonhívást, de semmit nem tudtam mondani neked, mert kamra újsítült. 5 perc alatt bármelyik ügyvéd kivitte volna. Felébe. Nem tudjuk, mivel megfogni. Ez egy szörnyű érzés. Pedig itt ült velem szemben. Az ember beszélget valakivel, aki mégis messze van tőle. De hol lehet?
a semmiben, egy vákumban, semmi orientáció. Ott közel van a gyilkosság, és a halál gondolata már nem játszik szerepet. Egyszerűen adja magát, mert talált egy elmét, ahová befészkelte magát. Akkor áruld el, légy szíves. Hogyan lépjünk tovább? Új nyomozást végzünk a helyszínen. Kilátta a férfit, vagy a kocsiját? Vele meg majd én foglalkozom. Derrick úr! Kamara úr! Rettenetesen sajnálom, hogy még vacsora közben is zavarom. Nem zavar. Már be is fejeztem. Kiélveztem azt az érzést, hogy tele vagyok. Na és a bort? Ön is iszik? Én biztosan nem. Hozzon még egy... Már is, uram. Bizonyára nem véletlenül van itt. Ritkán vagyok véletlenül bárhol is. Megkérdeztem a házvezetőnőjét, Scholz asszonyt. Hol találom? Ő mondta, hogy itt szokott elidőzni vacsora után. A jó Scholz asszony. Ő is el akar menni. A szokásos menekülési reakció el a gyilkos házából. A rossz hír gyorsan terjed. Nem tehetek ellene. Tényleg azt akarná? Köszönöm. Szívesen. Természetesen nem. Látja? A gyilkos kezem meg nem remeg. Ilyesmire figyel? Néha igen, néha viszont nem. Akkor egészségére. Köszönöm. Tényleg nem iszik az egészségemre? Ó, én másképp foglalkozom magával. És? Miről akar beszélgetni? Magáról. Szeretném megtudni, ki maga. Honnan jött, merre tart, mit csinál, mit enged meg, mit szeret, mit utál. Röviden. Szeretném megtudni, milyen emberrel van dolgom ebben az ügyben. Azt hiszi, én tudok felelni rá? Igen, nem fog kitérni a kérdés elől. Remélem, tud valamit kezdeni a válasszal. Arról meg vagyok győződve. Hát akkor... Minden kapcsolatom megszakadt az emberekkel. Már nem vagyok képes hinni nekik, sem a feleségemnek, sem másnak a világon. Látom, hogy mind erőtlenek, nem küzdenek. Szükségletektől függnek, amit érzésnek hisznek. Képtelenek egyedül megállni a lábukon. Kedves barátom, mi mindnyájan rémes egy társaság vagyunk. Azt mondja, hogy rémes társaság. Ezt akarta hallani? Nem, tulajdonképpen nem ezt vártam, de megértem. Egész életemben emberekről álmodtam. A feleségemről is álmodtam. De a róla alkotott képen már a semmibe veszett. És nem csak a kép. Nagyjából ez lenne az a helyzet, amivel meg kell birkóznom. És most már önnek is. Kérném a számlát. Már is hozom. Örülök, hogy beszélgettem magával. Köszönöm, köszönöm. Bizonyára nem ez az utolsó alkalom. Nem, viszlát. Viszlát. Esetleg maga is segíthetne nekem, a feleségem még nem vitte el a bőröngyeit. Nem tudja, hol van most? Nem, sajnos nem tudom. Felejts el, hogy megkérdeztem. Szívesen. Halló. Hogy mit csinált? Együtt ebédelt a férjemmel. Nem, nem. Csak egy pohár bort ittam meg vele. Nem értem magát. Miért csinálja ezt? Képes volt egy asztalhoz ülni egy gyilkossal? Én jól tudom, és maga is tudja. És elárulta neki, hogy hol vagyok most? Természetesen nem árultam el. Nem is lett volna rá semmi okom. De rákérdezett? Igen. Persze, hogy rákérdezett. Kérem, kérem, legyen őszinte. Tényleg biztos benne, hogy nem tudja, hogy hol vagyok? Igen, különben nem kérdezett volna rá. Megérti a félelmemet.
Igen. Nagyon is megértem. Köszönöm. Kérdezte a nő címét? Igen, rákérdezett. De azt mondtam, nem tudom. Említettél valamit, amin elgondolkoztam. Hogy a férfi már semmiben sem hisz, és ez jelent valamit. Mit is mondtál? Hogy az az ember, aki már semmiben sem tud hinni, közel áll a gyilkossághoz. És hogy a gyilkosság gondolata az elméjébe már befészkelte magát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan ember mászkál szabadon, akinek gyilkos gondolatok járnak a fejében. Drága Scholz asszony, úgy látom, szörnyen zavarban van. Várjon, segítek. Csak nem attól fél, hogy esetleg megölöm. Hogy magát is megölöm. Jöjjön, segítek pakolni a kocsit. Bocsásson meg, Kamra úr, de azt hiszem, hogy jobb lesz, ha... Elmegy ebből a házba. Amíg minden ilyen tisztázatlan. Ahogy mondja a Scholz asszony, tisztázatlan dolgokkal állunk szemben. Arra gondoltam, hogy szüksége lesz segítségre a ház körül. Hogy ki legyen takarítva... És hogy a konyhában is legyen valaki. Feleslegesen aggódik, drága Scholz asszony, de lenne egy kérdésem. A feleségem is viharosan hagyta el a házat, és a bőröngyei még mindig fent vannak. Véletlenül nem tudja, hogy hol van? Nem. Szüksége lenne rájuk. Nem tudom, hol van, Kamra úr. Trixi, már indulsz is? Ja, igen, a Schumann-strasszéra. Siess, mert már kérdezték, hol vagy. Van egy új cím. Találkozunk ma este? Majd felhívlak. Szia! Cseka, konyha és házvezetés. Jó reggelt! Jó reggelt, Babett. Már vár a főnök. Szia! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Csak hogy megjöttél. Trixi mondta, hogy van egy új ügyfél. Igen, de még korán sem biztos. Még be kell mutatkoznom? Méghozzá minél előbb. Uh-huh. Milyen munkáról lenne szó? Egy idősebb úrházát kellene rendbe tartani, lehet, hogy főzni is. Uh-huh. Egyedül él? Igen, azt hiszem. A felesége elhagyta a házvezetőnő szerint. De ha házvezetőnője van... Igen, ő telefonált, mivel felmondott, és hogy a férfinak legalább az elején legyen segítsége. Uh-huh. Tessék, itt a név és a cím. Walter Kamra úr. Akkor én megyek is, jó? Viszlát! Sziasztok! Szia. Megy kocsival! Ez nem igaz. Mindig az én kocsimat adod oda. A tiédet. Beautiful, when you carry on, I hope we're coming home.
Halló? Ki az? A takarítónő, akit kért a csekkától. Nem kértem semmilyen takarítónőt. Mit akar még? Ne tegye már le megint. Lehet, hogy rossz helyen járok. Maga Kamra úr? Mert ha maga az, akkor jó helyen járok. A házvezetőnője felmondott, és felhívta a cégünket, hogy itt egy idősebb úrnak kisegítőre lenne szüksége. Ha most nem szól semmit, akkor lehet, hogy nem érzi jól magát. Nem érzi jól magát? Arról van szó, hogy be kellene mutatkoznom. Ha nem felelek meg önnek, akkor egyszerűen mondja, hogy tűnjek el, vagy valami hasonlót. Akkor most mondja azt, hogy menjek el, jó? Mert be kell számolnom a főnökömnek. Különben telefonálnak, és megkérdezik, hogy viselkedtem. Az az érzésem, hogy valami nincs rendben magával. Ciao! Na végre! Jó napot! Gyorsan megnézzük, megfelelek-e önnek. Meglátjuk, tudja-e hasznomat venni. Tudom, hogy nem úgy nézek ki, mint egy házvezetőnő, de ez egy olyan munka, amihez értek. Bár nem ez életem nagy álma. Tűnjön el! Ez legalább egyértelmű volt. Tudja, hogy aggódom maga miatt? Valami biztosan történt. Ezért aztán egyszerűen nem mehetek el. Olyan hülyén érzem itt magam. Sokat segítene, ha még egyszer kimondaná, hogy tűnjek el. Tessék, jöjjön be. Mi maga? Valami céget emlegetett. Miféle cégről van szó? Hát az, hogy cég, az azért egy kicsit túlzás. De a főnököm nagyon szereti hallani, ha a cégéről beszélünk. Ez egy piaci hiánypótló. Én meg egy másik lány végezzük el a házi munkákat, ha segítség kell. Órára kapjuk a fizetést. Mindent ott hagyunk, ahol volt. Megengedi, hogy benézzek a konyhába? Hát a konyha nem úgy néz ki, amit nyugodt szívvel itt hagyhatnék. Most már tényleg mondjon valamit. Miféle ember maga? Milyen vagyok én? Ezzel a kérdéssel nem tudok mit kezdeni. De ha megmondaná, mire gondol pontosan, talán tudnék válaszolni. Ez elég is. Csináljon valamit a konyhában, vagy ahol akar. De lehetőleg úgy, hogy engem ne zavarjon. Oké, akkor ha jól értettem, felvett a munkára. Az orrabérre még nem kérdezett rá, pedig biztosan érdekli, ugye? Nem, az nem érdekel. Most rögtön kezdjek hozzá? Itt még egy rádió sincs. Az előbb udvariatlan voltam? Megijesztettem? Nem, mindent megtaláltam, amit kell. A konyha elég jól felszerelt. Van pár gép, amit nem ismerek, de biztos van használati utasítás. Nem tudja, hol lehet? Nem, fogalmam sincs. Hát, majd megtalálom. Van valami kívánsága? Nincs. Szívesen főzök magának egy kávét. Majd csak kiismerem magam. Nyissak én ajtót? Nem, hagyja csak. Fáradjon be. Épp inni akartam egy pohárkával.
Ön is kér egyet? Nem, de mégis egy kis vizet, igen. Szívesen. Most viszont remeg a keze. Igen, én is látom. Igen. Parancs. Egészségét. A magáéra. Amúgy mi okból jött el ismét? Na igen, tudja, meg akartam kérni, hogy jöjjön el velem a helyszínre. Ez az úgynevezett helyszíni szemle. Már ha ráér egy kicsit. Az ajtó előtt áll egy kocsi. Tudja, a jó Scholz asszony, aki fejvesztve menekült a házból, olyan gondos volt, hogy szerzett egy új házvezetőnőt. Tehát helyszemlére hív? Nem fog sokáig tartani. Elviszem a kocsimmal, és utána vissza is hozom. Egyébként a kislányt, úgy értem, itt tudja hagyni őt egyedül a házban? Legyen szíves! Ide tudna jönni? Ő lenne az. Egyébként hogy is hívják? A nevem Babette König. Még nem is adtam céges névjegykártyát. Ha-ho! Hogy? Ja, igen. Jó napot. Most már azt is tudjuk, hogy van névjegykártyája. Konyha és házvezetés, figyeljen. Én most egy órára, azt mondta, hogy egy órára? Azt mondtam, nem tart sokáig. Akkor tehát egy időre, ami nem tart sokáig, nem leszek itthon. Itt tud maradni, amíg visszajövök? El is mehetek, és majd jövök. Nem, nem, maradjon csak. Tudja, hogy az órákat ki kell fizetni? De felőlem, itt maradok, amíg meg nem jön. A lány teljesen idegen a számára, igaz? Ma láttam életemben először. És miért akarja megmutatni a tetthelyet? A helyszínek sokat mesélnek. A bűntényről és a tettesről is. A tettest már úgy is ismeri. Miért akarja megmutatni a tetthelyet, ha úgy véli, hogy már ismerem? Nos, akkor pontosan ez az a hely, ahonnan Magnus Kölnert lelőtték. Van a fegyver. Vegye a vállára, és nézzen bele. Most mit tudod meg? Hogy újból megtenni?
Szeretne még bejönni? Nem, nem. De majd tájékoztatni fogom a nyomozás állásáról. Tegye azt. Hallottam, hogy megjöttek. Bejönnek még az urak? Nem, már nem jönnek be. Ki ez a fiatal lány? Az új házvezetőnő. Már erre is volt gondja? Nem ő intézte, hanem a házvezetőnője. Kitakarítottam. Háhó, kitakarítottam. Hozzám beszél? Igen, mivel el kell mondanom, mit csináltam. A hálószobában nagy rendetlenség volt. Először azt hittem, betörő járt ott. A szekrényből mindenki volt dobálva. Erről tudott, ugye? Igen, tudok róla. Szóval ott is rendet raktam. Úgy? Szóval azt mondja, rendet rakott. Már amennyire tudtam. Utána még bevásároltam, de gondosan bezártam az ajtót. Nem akarja megnézni a konyhát? Nem. Most nem szeretném. Költöttem pénzt is, de mindent felírtam. Nem akarja megnézni? Nem. Nem tudnék valamiben segíteni. Csak azért, mert látom, hogy nem érzi jól magát. Adok magának egy tanácsot. Tűnjön el innen, amilyen gyorsan csak lehet. Jó, persze, megyek. Igyekezzem, menjen már. De még azt el kell mondanom, hogy telefonáltam egyet. Tegyen meg egy szívességet. Menjen el! Oké, megértettem, de azért nem kell futva távoznom, ugye? Jó lenne, ha azt tenni. Jól van, csak hozom a táskám a konyhából. Befogott engem? És meghúzta a ravaszt. Ez nagyszerű. Nem árulnád el, hogy mire volt jó az a színjáték? Mint tudjuk, a gyilkosság mindig egy folyamat vége. Itt nem. Itt egy gyilkossági történet közepén járunk. Ezt jól láttam, amikor magához vette a fegyvert, és meghúzta a ravaszt. És mi van a feleségével? Semmi különös. Már nem érdekli, hogy hol van a nő. Ugyanakkor meg akarja ölni. De... lehet... hogy elég neki, ha bármilyen nőt megölhet. Most jut eszembe, hogy volt ilyen eset a bűnügyi történetek között, a helyettesítő gyilkosság. Lehet, hogy ezzel már messzire mentem. Nem, mondd csak. Arra a lányra gondoltál a házban, nem? Valahogy nem illik a képbe, sem a férfihoz, sem a helyzethez, amiben most leledzik. A lány, aki folyton a konyhában tesz-vesz, aki rendet rak, port töröl, és... Álljunk csak meg. A lányt a házvezetőnő ajánlotta. Ő biztosan meg tudja adni nekünk az ügynökség számát. Willy! Na, beszéltem a céggel. Kamraú már ki is dobta a lányt a házból. Halló, Kamraú vagyok. Ki közvetítettek hozzám egy lányt házi munkára? Igen, ezt megértettem, de ki maga? Igen, Kamraú. Miért nincs még itt a lány? Rávárok. Ne beszéljen össze-vissza. Még be is vásárolt, és nem számoltunk el. Azonnal jöjjön ide, kérem, intézkedjem. Én vagyok az, Babette.
reggelt. Elnézést kérek, de elfelejtettem leadni a ház kulcsát. Még nem kereste? Nem. Számomra elég kellemetlen volt tegnap az a jelenet. Minden rendben van, igaz? Azt mondta, kellemetlen jelenet volt. Remélem, nem mondtam semmi rosszat. Miért volt kellemetlen? Nem is akartam felhozni, mert nem tartozik rám. Mi nem tartozik önre? Hát láttam fent a bőröndöket. Ma már reggelizett? Nem. Akkor épp időben jöttem. Mondja meg, mit szeretne reggelire? Csináljon valamit. Oké. Minden készen van, kamra úr. Talán van valami gond. Maga reggelizett? Igen, ettem egy kicsit. Hozzon egy csészét. És igyom velem egy kávét. Oké, egy csésze kávét még kibírok. Kikapcsolná a rádiót? Nem akar leülni? Ki maga? Férnél van már? Van gyereke? Nem, nem vagyok férnél. És gyerekem még nincs egy sem. Jó, de majd szeretne gyereket, nem? Ezen még így nem gondolkoztam. Gondolkozzon. Nem akar leülni. Töltök magának. Eddig mit tanult? Tanult egyáltalán valamit? A végzettségemre kíváncsi, csak bizonyítványt tudok mutatni. És? Az milyen volt? Semmi extra, se túl jó, se túl rossz. Ne átsorogjon már ott, üljön le végre! Tegye már le azt a kannát! Mondja, van olyan foglalkozás, ami érdekli? Nem, még nincs. Eddig semmi nem fogott meg. De valami csak jár a fejében, nem? Most, hogy így kérdezi... Igen, kérdezem. Semmi ötletem sincs. Legalábbis semmi értelmes. Kenjek egy szelet kenyeret? Igen. Ezt vigye fel Koch felé. Igen, jó, köszönöm. Köszönöm. A lány ott van nála. Jó, köszönöm. Stefan, tudsz jönni egy kicsit? Igen. A takarító cégtől hívtak. Kamraú megint kihívta a kisegítő lányt. Már ott van nála. Mióta van ott? Már reggel odament. A konyhában minden rendben van. Fent is kitakarítsak? Fent? Ahol a bőröndök vannak. Jó, csináljunk rendet odafent. Jön már? Van cicája, kamra úr. Nyitva volt a teraszajtó, és egy kis cica bejött a házba. Jöjjön már fel végre. Egészen pici cica volt. Hogy került ide? Honnan jöttél? Eltévedtél? A szomszédoké, és menjen is vissza oda. Kiviszem a kertbe. Megengedi? Már megint maga zaklat. Hol van a házvezetődője? Itt van? Hm? Hiányoltál? Igen, itt kell lennie a házban, a kocsi a kint áll. Babett, az úr Derek, bűnügyi nyomozó. Feltételezem, beszélni akar önnel. Velem beszélni, de miről? Jöjjön velem, kérem. Hová? Igen, hová? A rendőrségre. Ó, akkor fontos dologról lehet szó. Igen, fontos. Akkor menjen bele. És ne felejtse bent a táskáját. A lakáskulcsot hagyja ott. Jöjjön utánam, kérem.
Azt mondja, megölt egy embert. A felesége szeretőjét. Egy távcsöves vadászpuskával. Hogy ő a tettes még nem bizonyított, még nincs vallomásunk, de mi ketten, a kollégám és én, meg vagyunk róla győződve, hogy ő a gyilkos. Mi van a feleségével? Hát, nem akart vele maradni. A bőröndök. Láttam a bőröndöket, még fent vannak. Majd elviteti őket. De miért hoztak el onnan? Még kérdi, hiszen hallotta, hogy ki az az ember. Az egy gyilkos. Maga most kivételes helyzetben van. A férfi kiszámíthatatlan. Állandó veszélyforrást jelent magára nézve. Elkísérem a kocsijához. Hol van az autója? Itt vagyok. Egy percre beülök még magához, mert szeretnék megkérdezni valamit. Visszamenne hozzá még egyszer, anélkül, hogy félne. Próbáljon meg teljesen őszintén válaszolni. Nem félnék visszamenni hozzá. Aha. És azt, hogy miért nem fél tőle, meg tudja magyarázni? Nem. Én vagyok az Babette. Bemehetek? Itt felejtett valamit? Hogy itt? Nem, csak azt akartam... Miért jött ide? Még nem tudtunk elszámolni. Elszámolni mivel? Vagyis mit kell elszámolni? De jöjjön be. Be is vásároltam. A cetli ott van a konyhaasztalon. Menjek végig az egyes tételeken? Nem szükséges. Ma vacsorázott már? Nem. Tessék. Összedobok valamit. Nem, köszönöm. Nem mondták, hogy állítólag mit követtem el? Elmondták, ugye? Akkor miért van most itt? Már nem olyan vidám és felszabadult. Egyedül jött? Igen. Tudja valaki, hogy itt van? Nem mondtam senkinek. Derrickkel nem beszélt erről? Ő csak annyit kérdezett, hogy félek-e magától. És mit válaszolt neki? Azt mondtam, hogy nem félek magától. Én megöltem egy embert. Maga az első, akinek elmondom. Én most borzalmas állapotban vagyok, már egyáltalán nem érdekel a halál. Sem a mások halála, sem a sajátom. Nem kell, hogy megértse. Mondok magának valamit, amit majd megért. Itt tudna lenni a házban, amikor elviszik a feleségem bőröntjeit. Azt magára bízhatnám. Megint nem értett meg? A házvezetőnőnk itt lakott, volt nálunk egy szobája. Felajánlom azt a szobát. Lakjon itt. Ez lenne az. Nem hagyta magára a lányt, mi? Hol van most?
Elmondtam neki, hogy én lőttem le a férfit. Ő él. De még mennyire?